Születésnapja alkalmából köszöntötték nemrégiben a Dohnányi Zenekar koncertje előtt a 75 éves Zelinka Tamást, akit most nagy szeretettel köszöntök a műsorban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk és elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen, ritkán jövök én délelőtt, én mindig az esti órákban, a esti csúcsforgalom idejében szoktam a Klauzál Művelődési Ház felé közeledni, amikor hangverseny van, úgyhogy egész új arcát mutattam most meg a kerület. És hogy tetszett így nappali fényben? Nagyon tetszett, teljes a csönd itt a Kertvárosban, ahol ez a Promontor TV működik, ez nagyon tetszett, és jó a levegő is. Hogyan került annó kapcsolatba a Dohnányi Zenekarral? Tehát honnan jött a meghívás akár? Hányszor jön ide, vagy jött ide a Klauzálházban? Mennyire ismerősen mozog itt a kulturális intézményekben a kerületben? Hát ez nagyon régi történet, még az elmúlt évszázadban, pontosabban az elmúlt évezredben kezdődött. Nemes Lászlóval, a kerület díszpolgárával van összefüggésben, aki akkor még nem volt díszpolgár, csak a Duna Szimfonikus Zenekar cselló szólamának a vezetője. Ez 1967 táján volt, én a nagybőgő szólamban játszottam a csellósok mögött. És állandóan azt láttam, hogy Laci bácsi kibe megy próbáról, kimegy, visszajön, kimegy, visszajön, mondom, mit csinálsz, Laci? Kérdeztem tőle. Szervezem a Budafoki Zeneiskolát, mondta 1967-ben. És tényleg ez a szervezés megtörtént, és valami egész különös folytán ő az iskolát kezdte vezetni, én pedig a zenepedagógiai folyóiratnak, a Parlandónak lettem a szerkesztője. Ilyen módon kezdtem figyelni az ő munkáját, és hát elbűvölő és különleges volt, amit itt tapasztalni lehetett, mert ő, aki kezdettől fogva muzsikált, tehát ahogy a csellót a kezébe vette, már megizlelte a kamarazene szépségét, köszönhetően a tanárainak, később profi muzsikusként, akár a győri filharmonikusoknál, akár itt a Duna szimfonikusoknál, a zenekari játék nagyszerűségét, eltökélt szándéka volt, hogy olyan zeneiskolát fog alkotni, megszervezni, létrehozni a semmiből, hiszen 1970-ben alakult meg ez a zeneiskola, ahol a gyerekek számára megadatik a kamarazene és a zenekari játéknak a lehetősége, és ennek az öröme. Hiszen ha van valami, amiért érdemes zenét tanulni, kivéve az, ha valaki professzionális muzsikusnak készül, de a többség nem, hogy megismerjék az együttjátéknak ezt a fantasztikus hangulatát, amely semmi mással nem pótolható, és azt a gyönyörű érzést adja meg, hogy azért, amiért annyit fáradtam, tanultam, gyakoroltam, zeneiskolai órákra jártam, most egyszer csak nem csak a magam, hanem társaim örömére is részt veszek egy kollektív játékba. Tehát elkezdődött egy zenekari szervező munka itt, amely rövid időn belül olyan kiváló ifjúsági zenekart hozott létre, amely nem csak országosan, hanem nemzetközi viszonylatban is kiváló volt, és ahogy a fejlődés megy, egyszer csak a fél professzionális, később a professzionális lehetőség is felvetődött, és ebben a 22. kerület mindenkori önkormányzati vezetése igazi partner volt. Ez az egyik oldal. A másik pedig, hogy volt egy fogadókészség a lakosság részéről is, hogy mi nekünk is legyen egy olyan kulturális életünk, mint Budapest belvárosában. Van már ragyogó zeneiskolánk, amely később művészeti iskola lett, ragyogó énekaraink, és megteremtődött a lehetősége egy olyan zenekarnak, amely ma már nem csak a 22. kerületieknek, hanem azt mondhatnám az egész magyar zeneéletnek egy gyönyörű példája. Ehhez ennyi évtized munkája szükséges, hogy az alapoktól eljusson egy zenekar egy ilyen szintre. Olyan ez, mint amikor egy fát elültetnek, kis vékonyka, de néhány év alatt vagy évtized alatt olyan nagyjá válik, hogy generációk képesek köréje ülni, majd az ifjúságtól a nyugdíjas korosztályig. És ma valóban a Klauzál Gábor Művelési Központban professzionális feltételek állnak rendelkezésre, hogy élményszerű hangversenyek legyenek, mert most már megteremtődött a gyönyörű előcsarnok, a kiállítások,
a kellemes nézőtér mellett egy olyan hangvető falrendszer is, amely lehetővé teszi, hogy a hang ne elszálljon a zsinórpadlásba, hanem megnemesedve, a szó legnemesebb értelmében a közönséghez teljes igény eljusson. Én kezdettől fogva figyeltem a zenekarnak a munkáját, és mivel mindig szerettem a zenéről mesélni, és jó kapcsolatom volt az igazgatóval, így egyre többször vezettem a koncerteket, akkor is, amikor még ifjúságiak voltak, akkor is, amikor már készültek a profi élet felé, és akkor is, amikor a zenekar már a hivatásos útvonalat járta. Laci bácsi soha nem hívta önt egyébként ide tanítani, mert hogy ön is tanított Ferencvárosban, úgy nem tudom. Hívott tanítani a Laci bácsi, ez egy ragyogó kérdés, mert nem is tudott volna elhívni, ugyanis én elhagytam csúnya módon a zenepedagógia gyakorlat. Akkor már nem tanított. Nem tanítottam. 1975-ben egy ifjúsági parlamenten a főváros vezetőinek megtetszett, ahogy én az ifjúság zenei neveléséről beszéltem, hogy ez mit jelent a gyerekeknek, a családnak, a környezetnek, az agynak, a léleknek. És azt mondták, hát aki ennyi tud és ilyen lelkesen beszél a zenéről, jöjjön és segítse a zeneiskolák életét a fővárosi önkormányzatnál. Akkor úgy hívták, hogy fővárosi tanács, később fővárosi önkormányzat. Na, ilyen módon egy újabb szállal kapcsolódott be az én életem a 22. kerületbe, illetve Nemes László életművéhez, ugyanis most már nem csak egyszerűen nézője, követője voltam ennek a munkának, mint egy pedagógiai folyóiratnak a szerkesztője, hanem hivatalból, hogy is mondjam, hivatalnokként minden lehetőséges módon igyekeztem segíteni, nem csak nekik, hanem mindenütt, ahol egyébként valami nagyon jó dolog történt, abban, hogy minél előbb elérjék azt a célt, amit elképzeltek. Laci bácsinak az elképzelései egyedülállóak és nagyszerek voltak, hiszen nem csak ezt a zenekari szemléletű iskolát teremtette meg, hanem a 80-as évektől elsőként Magyarországon az úgynevezett művészeti iskolát is, lehetőséget teremtve azok számára is iskolai környezetben művészetet tanulni, akik itt nem a zenét akarják, hanem őket a képzőművészet, a színjáték, a báb, a tánc, a balett, a néptánc, a kézművesség izgat, de eddig ezeknek a fiataloknak, gyerekeknek döntően csak szakköri körülmények voltak. Mert korábban, 80-as évek előtt csak a zeneoktatásnak volt egy iskolán kívüli iskolai hálózata. Itt a kerületben 80-as évek közepétől megteremtődött a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában a társművészetek egyetlen egy intézménybe való integrálásának, amely nem csak a művészetek összességének egy gyönyörű példája, de a gyerekek számára is megadatik, hogy egész egyszerűen ifjú koruktól kezdve a társművészetek sokféleségét lássák. Netán részt vehessenek benne, ugyanis sok olyan gyerek volt az iskolában, aki képzőművészetet vagy táncot is tanult, emellett zenét is, tehát többfélét. A Létai Kis Gabriella például ragyogó példája ennek, aki ma a Magyar Állami Operaház kiváló énekese, de mint képzőművész kezdte el a munkát és a tanulást, tehát ilyen nagy hatással van a fiatalokra ennek a iskolának a léte. És az, hogy egy gyönyörű épület tudott itt megalakulni, Budapesten a Zeneakadémia megalapítása óta, ez 1907-ben volt, ez volt itt az első olyan épület a Budapest területén, amely kifejezetten zeneoktatás, művészeti oktatás céljára készült. Ez a 22. kerületnek, ez is egy különlegessége. És okossága és bölcsessége, hogy a művészeti iskola mellé a szellem egészét segítő művelődési központ is létesült, és a testi fejlődés segítő uszoda is. Egykoron Laci bácsi ennek a háromnak együttesen volt az igazgatója, mert ez a három, a test, a lélek, a szellem,
ami abban az vöröstéglás épületsorban megvan, ezt megteremtette. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Jó egészséget kívánunk Önnek a továbbiakban, és reméljük, hogy nagyon sokáig fog még akár itt a Klauzálházban mesélni nekünk a koncertek közben. Nagyon köszönjük. Szívesen és boldogan élek ezzel a lehetőséggel, ha hívnak, és ha itt lehetek.